Példáért nem kell a szomszédba mennünk, hiszen pártunk elnöke, illetve magam is gyakorló polgármester vagyok, egy település vezetője. Napi szinten szembesülünk azzal a most már kézzelfogható ténnyel, hogyan szűkült tavaly az önkormányzatok lehetősége és mozgástere, a forrás elvonások és a vírus elleni védekezés ránk hárított költségei véget. Ezt már csak tetézi az a 2020. decemberében megjelent kormányrendelet, mely Parrag László javaslata alapján megtiltja a helyi önkormányzatok saját adó mértékének a növelését, valamint új adónemeknek a kivetését. Ezzel a kör szinte teljesen bezárult, hiszen még azt a kis önállóságot, szabad pénzügyi mozgásteret is elvették tőlünk az önkormányzatoktól, ami eddig legalább a rendelkezésünkre állt. Ezzel a döntésével a kormány nem védte az embereket, hanem éppen ellenkezőleg a helyi közösségeket lehetetlenítette el. Tavaly egy elfogadott költségvetés végrehajtását tették szinte teljesen lehetetlenni azáltal, hogy a kiadásokat növelték, míg a bevételi forrásokat csökkentették, idén pedig már a tervezési szakaszban körvonalazódik azok a problémák, melyek az ömében tartalékok nélkül lévő önkormányzatok költségvetési hiányát, deficitjét vetítik előre. Ez leginkább a kis településeket és azokat az önkormányzatokat sújtja, melyeknek az elvont vagy befagyasztott adónemeken kívül nem volt más saját bevétele, ezért a probléma az sajnos ezeknél a településeknél koncentrálódik főként. Ezek a települések a saját bevételeiket jó részt nem fejlesztési célra, hanem a állami normatíva hiányainak a pótlására használták fel, ezért ez a kiesés itt sajnos nélkülözhetetlen. Már ezeknek a kötelező feladatoknak az ellátása is veszélybe került, mivel tavalyi jelentés alapján az önkormányzatok pénzügyi teljesítése sajnos egy kicsit fegyelmezetlenebbé vált, ez abból adódik, hogy a hiányt görgetik maguk előtt. S bár a belügyminisztérium tavaly felmérte a védekezéssel járó költségek összegét településenként, és az arra kiegészítő támogatást kilátásba helyezte, sajnos ez mindez idáig nem érkezett meg. A veszélyhelyzettel összefüggésbe hozott kormányrendelet bár kimondja, hogy 25 ezer fő alatti településeken az idei betervezett iparűzési adó mértékét rendkívüli támogatásba megkapják a települések, ezek sajnos a szokott márciusi időponthoz képest csak június vagy október hónapban lesznek folyósítva az önkormányzatok részére. A Mi Hazánk mozgalom bár tisztában van a rendkívüli helyzettel, mégis úgy gondolja, hogy az önkormányzatokat és magát az önkormányzatiságot is kiemelten kell kezelni, ezért egy javaslatcsomagot dolgoztunk ki az önkormányzati kabinetünkkel, polgármestereinkkel, illetve azokkal a településvezetőkkel, akik sem a baloldali tömörülés álmegoldásait, sem pedig a jelenlegi helyzetet nem tudják elfogadni. Elsőként felhívjuk a kormány figyelmét, hogy ne csorbítsa az önkormányzatok önrendelkezését, és a felső korlátot szabis az eddigi helyi adómértékek emelésénél, ne fagyassza be azokat, hiszen ezzel a döntésével meg annyi életbe soha nem lépő, még az év közben meghozott helyi önkormányzati rendeletet tett semmissé. A rendkívüli helyzet rendkívüli támogatást is igényel, így a bizonyíthatóan a védekezési költségek miatt és forráselvonások következtében keletkezett hiány teljes mértékű állami rendezését kérjük, legalább azoknál a településeknél, ahol ez a kieső összeg az idei évi költségvetést is hátrányosan érinteni. Az állami normatívát és annak kiszámítását újra kell értelmezni, és még inkább a kis lélekszámú, alacsony adóerőképességgel rendelkező településeknél kell kiemelten támogatni, hiszen a vidéki térségek elnéptelenedéséhez fog vezetni, ha a települések csak részben vagy akadozva fogják tudni ellátni kötelező feladataikat. A védekezés megelőzési célokra és a járások besorolása alapján egy kvótát szükséges megállapítani, hiszen az önkormányzatoknak nem volt és forrás hiányában nem is lesz a jövőben sem erre a kiadásra betervezett kerete, így az csak is a központi költségvetés terhére lehet elvárni a helyi önkormányzatoktól, melyek így is nagy feladatot rónak a helyi önkormányzatok vállára. Végül, de nem utolsó sorban, a megváltozott pénzügyi mozgástér és a leromló keretszámok miatt a már folyamatában lévő pályázatok és projektek önerő részére hozzon létre egy alapot a kormány, mely rászorultsági alapon nyújtan forrást azoknak a településeknek, melyeknek a projektjei sajnos a jelen kialakult helyzet miatt állnak, vagy még nem fejeződtek be. A Mi Hazánk kiáll a magyar településekért, hiszen helyben ők jövünk zálogai. Várjuk azokat a településvezetőket, akiknek lenne még érdemi, a helyzetet könnyítő, a megoldás felé haladó javaslata. Elérhetőségeit pedig a www.mihazánk.hu oldalon megtalálják.